Látáshónapja. Egyre több a rövidlátó gyermek hazánkban, az erre irányuló statisztikák egyre romló tendenciát mutatnak. Tehetséggondozás. Minősített tehetséggondozó műhely címmel ismerték el a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium munkáját. Még nem késő ellenőriztetni, egyre többen kezdenek fűteni, de még most nem késő kitisztítatni a kéményeket. Október a látáshónapja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség szervezésében 20 éve indult útjára a kezdeményezés, melynek célja, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az egyik legfontosabb érzékszervünkre, a szemünkre. Az elmúlt 20 év szakmai kihívásai nagyban változtak az okos eszközök megjelenésével. Vannak, akik már el sem tudják képzelni az életüket szemüveg nélkül. Olyannyira része a mindennapoknak, mint egy szeretett ruhadarab. A talán riasztó felismerés az, hogy egyre több gyermeknek egyre gyorsabban és nagyobb mértékben romlik a látása. Alapvetően a mai civilizált világunkban egy újfajta problémával szembesülünk, az pedig az, hogy még 2020-ban, vagy 2000-es évek legelején elnézést, még a miópiás gyerekeknek az aránya ilyen 20% környékén volt, tehát minden ötödik gyerek volt rövidlátó. Úgy 2024-re ez az arány már 34%-ra ugrott fel, tehát most már minden harmadik gyerek lett rövidlátó, és ez a tendencia folytatódni fog, már pedig úgy néz ki, hogy folytatódni fog, akkor 2050-re 52%-os lesz a rövidlátó gyerekek aránya itt a mi térségünkben, tehát Közép-Európában, ami azt jelenti, hogy minden második gyerek rövidlátó lesz. Ennek többféle oka van. Alapvetően vannak genetikai okai is, az, hogy valakiből rövidlátó lesz, viszont nagyon sokban most már a környezeti problémákat soroljuk ide. Ilyen környezeti probléma az, hogy a gyermekek kevés időt töltenek a szabadban. A kutatások kimutatták, hogy az okos eszközök használata az arra hajlamosaknál miópiát, rövidlátást eredményez. Általában akkor derül ki a legtöbb gyereknél, kisiskoláskorban kezdődik ez a probléma, ilyen 7-8 éves korban szokott elindulni, ez a miópiás vagy rövidlátás probléma, és onnan derül ki, hogy az iskolában a gyerek a hátsó padban ülve nem látja, hogy mi van a táblán. És akkor szólna, vagy hibásan írja le a tanulnivalót, vagy lerömlik a tanulmányi eredménye azért, mert nem lát megfelelően távolra élesen, és akkor ilyenkor szoktak első körben a szülők felkeresni a szemészeket, vagy az optikákat, hogy nézzük meg, hogy mi ennek a háttérében, hogy nem lát megfelelően a gyermek. Az esetek többségében ez amúgy a rövidlátás problémája miatt van. És innentől indul, és innentől kezdve folyamatosan kontrollálni kell, mert ez az általában az élete végéig elkíséri az illetőt. A Látás Hónapja kampány igyekszik népszerűsíteni a prevenciót, hiszen a megelőzés a legjobb gyógymód. Bakó Mária szemészfőorvos elmondta, hogy a társadalom sajnos még mindig nem elég tudatos ebben. Amikor már hozzánk kerülnek a rendelőből a betegek, ott már nagyon sokszor előre haladott állapotban tapasztaljuk a betegséget, sokkal jobb lenne ugye a prevenció. Ez szerintem nem kap elég hangsúlyt, pedig gyakorlatilag újszülött kortól idősödőkorig kellene a megelőzéssel foglalkozni. Már gyerekkorban meg kellene jelennie azoknak a gyerekeknek a szemészeten, akiknek a családjukban kifejezetten magas fénytörési hibával rendelkező szülő, vagy esetleg nagyszülő fordul elő. Tehát ezeket a gyerekeket már idejében meg kellene vizsgálni, és szükség esetén ugye korrigálni a fénytörési hibájukat. A szakember elmondta azt is, hogy nagyon sok olyan más betegség is van, amely veszélyeztetheti a látásunkat, például a szív-érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség. Olyan egyéb kórképek is előfordulhatnak, amelyek szemtüneteket okoznak. Vannak ilyen betegségek, amelyek szemtünettel kezdődnek. Nagyon sokszor egy gyulladásos, egy szempirosodás mögött is, nem csak egy ártalmatlan szempirosodás, egy száraz szeműség húzódik meg, hanem esetleg egy szivárványhártya gyulladás, amely azért másodlagos betegség, és keresnünk kell az okát, az alapbetegséget. Emögött hát elég gyakran húzódhat meg komoly belgyógyászati vagy neurológiai megbetegedés, vagy akár pulmonológiai megbetegedés.
Szemünk egészségéért sokat tehetünk a mindennapokban is. Ez esetben is fontos az egészséges táplálkozás és a munkahelyi ártalmak, például a monitoros munkavégzés miatti szemfáradtság elkerülése. Elgázolt a vonat egy férfi szerda reggel Nyíregyházán a Gém utca végén. A Záhony felé tartó vonat 6 óra után néhány perccel ütött el a férfit, aki életveszélyes maradandó sérüléseket szenvedett. A tűzoltók a műszaki mentés mellett segítettek a sérült szállításában és a vonat utasainak egy másik vonatra való átszállásában. A vonalon már a reggeli órákban helyreállt a forgalom. Minősített tehetséggondozó műhely címet vehetett át több évtizedes eredményes tehetséggondozó munkája elismeréseként a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Az iskola évtizedek óta nevel ki olyan tehetségeket, akik nem csak a sportban, hanem egyéb területeken is kiváló eredményeket értek el. A 2015-ben indult program esetében első ízben nyerte el a minősített tehetséggondozó műhely címet Nyíregyházi Köznevelési Intézmény. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az Arany János Gimnáziumon kívül csupán egy, a kisvárdai Besenyei kapta meg ezt az elismerést. Országosan összesen 50 minősített tehetséggondozó műhely működik. Akkreditált tehetséggondozó pontként működtünk, nagyon sokat dolgoztak ezért a kollégáim, hogy eljuthassunk idáig, hogy egy külső szemlélő, egy külső értékelő ilyen szinten tudja minősíteni, értékelni az intézményünkben folyó tehetséggondozást, a tehetséggondozó munkát. Az iskolának jelenleg több mint 900 tanulója van. Nem csak a sport irányában elhivatott az intézmény, lévén, hogy saját úszodával rendelkezik, hanem a jó idegennyelvi készségekkel rendelkező, illetve művészeti ágakban tehetséges diákokat is támogatják. Minket úgy ismernek itt a városban, a megyébe is, hogy sportos iskola vagyunk. Úszodával rendelkezünk, és igazából az első komolyabb eredményeinket a sport területén tudtuk elérni. Nagyon sok olyan tanítványunk van, volt, akik a sport területén nagyon kiemelkedő eredményeket értek el. Büszkélkedhetünk olimpiai bajnokkal, olimpiai ezüstérmessel, világbajnokkal is sport területén, de azt mondom, nincs szégyenkezni valunk az egyéb tantárgyak területén sem, mert nagyon sok tehetséges gyerek került ki az iskolánkból, és ebből adódóan kaphattuk meg ezt az akkreditált kiemelkedő tehetségpont elismerést. A cím 3 évre szól, de Kantár Attila elmondta, kitűzött cél az elismerés megtartása. Mint minden műhelyben a legfontosabb, hogy legyen egy jó mester. Legyen egy jó pedagógus, vagy legyenek jó pedagógusok, akik meglátják a gyerekekbe azt, hogy valamibe más, mint a többi. Az iskola több célú intézményként várja a tanulókat. Alsó és felső tagozat, 8-osztályos gimnázium, 9. osztálytól pedig egy osztályban megosztva köznevelési típusú sport és emelt angol nyelvű képzésben tanulhatnak a diákok. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés-főzés, avar vagy szemétégetés miatt csaptak fel a lángok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az év első 9 hónapjában. A legtöbb tűz konyhákban keletkezett, de gyakoriak voltak a kéményekben vagy hálószobákban fellobbanó tüzek is. A baj megelőzése érdekében érdemes rendszeresen ellenőriztetni a kéményeket, amit a 1818-as telefonszámon lehet igényelni. Az elmúlt napok tartós hőmérséklet csökkenése azt eredményezte, hogy sok helyen bekapcsolták a radiátorokat, és az első fákat már meggyújtották a kandallóban. Otthonaink biztonsága és a kéménytüzek megelőzése miatt fontos, hogy az égés termék elvezetők megfelelő állapotban legyenek. Ezért rendszeresen ellenőriztetni kell azokat. Eltérően kell kezelni azonban a családi és a társasházas övezeteket. Ez utóbbinál ugye sormunkában végzi, betervezetten végzik a kéményseprők a kémények ellenőrzését. Ha egy lakásos épületben, mondjuk úgy családi házban lakunk, akkor viszont nekünk kell őket megkeresni. Többféle csatornán lehetséges ez, központi számon, e-mailben, akár személyesen, itt most Nyírbátorban vannak elhelyezve a kéményseprő kollégák. Tehát az egyeztetés fontosságára hívjuk fel, egy közös időpontban megtörténhet a kémények ellenőrzése, szükséges műszaki felülvizsgálata, tisztítása.
Gázüzemi berendezések esetén 2 évente, szilárd tüzelőanyag például fa használatával való fűtés esetén viszont évente kötelező az ellenőrzés. Ha nem megfelelő minőségű tüzelőt használunk, akkor előfordulhat, hogy fokozottan fog lerakódni az égéstermék a kéményben. Több mint 60 esetben történt kéménytűz Vármegyénkben. Ez azt jelenti, hogy vagy a kéménybe lerakódott égéstermék gyulladt ki, vagy tovább terjedt az épület valamely részére ez a tűz, és előfordult olyan, hogy kiterjedt lakástűzzel is szembesült a kollégáink. Szerencsére azonban személyi sérülés ezekből nem történt. Valamennyi nyílt lánggal működő eszköz esetén fennáll a szénmonoxid fejlődésének az esélye akkor, ha nem megfelelő a levegő utánpótlás. Ez független attól, hogy fával, gázzal vagy szénnel fűtünk. A szakemberek azt tapasztalják, évről évre előrelátóbbak a vármegye lakói, gyakran és megfelelő időben keresik a kéményseprőket. Egy országos felmérés szerint 2022-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében keletkezett a legkevesebb szemét az országban. Vegyes hulladékból éves szinten jelenleg közel 120 ezer tonna keletkezik a vármegyében, szelektívből csaknem 12 ezer tonnát, zöld hulladékból pedig megközelítőleg 10 ezer tonnát gyűjtenek be. Az egyik nyíregyházi hulladékudvar tárolójába dobja be egy férfi a szelektíven gyűjtött üvegeket. A vármegye székhelyen 2 erre alkalmas telephely működik. Többek között ez is hozzájárulhatott ahhoz az országos statisztikai eredményhez, mely szerint 2022-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye termelte a legkevesebb szemetet. Magyarországon jelentős eltérések mutatkoznak a települések között abban, hogy mennyi hulladék keletkezik és mennyit szállítanak el hivatalosan. Vannak olyan helyek, ahol évente egy főre több mint 1 tonna hulladék jut, míg máshol ez az érték nem éri el a 100 kilogrammot sem. Éves szinten a megyébe jelenleg vegyes hulladékból olyan 100-120 ezer tonna keletkezik, a papír, műanyag, fém, üveg, vegyes, szelektív hulladékból, így mondjuk ezt, hogy szelektív hulladékból, abból durván olyan 10-12 ezer tonna, a zöld hulladékból pedig szintén olyan évi 10 ezer tonna kerül a megyében begyűjtésre. A cél, hogy hosszú távon minél több legyen a szelektíven begyűjtött hulladék. Annak, hogy a keletkező szemét mennyisége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legalacsonyabb, több oka lehet. Hogy pontosan melyik hulladék típusokat vizsgálták, nekem erős a gyanúm, hogy kizárólag a vegyes hulladékra koncentráltak. Ennek a mennyisége pedig több okból lehet alacsony. Egyrészt ugye ennek köze van a lakosság fogyasztásához is, tehát minél alacsonyabb a fogyasztás, gyakorlatilag annál kevesebb lesz a keletkező hulladék is, de az is könnyen megeshet, hogy ez annak az eredménye, hogy a vegyes hulladék mellett itt már évek óta nagy hatékonysággal végezzük az egész megyében a szelektív hulladékgyűjtését, tehát a papír, műanyag, fém és üveg hulladékgyűjtését, illetve a zöld hulladékgyűjtését is. Míg Nyíregyházán egy évben egy ember 180 kg mennyiségű szemetet termel, addig a vármegyében vannak olyan települések, ahol ez a szám a 300 kg-ot is elérheti. A két hulladékudvar működése mellett ebben nagy szerepe van annak is, hogy Nyíregyházán 2 hetente gyűjtik össze a szelektív kukák tartalmát. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata ezen a héten ismét fokozott ellenőrzést tart, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Kiemelten figyelik azokat a sofőröket, akik vezetés közben elektronikus eszközöket használnak. Ezek használata nem csak szabálytalan, de kifejezetten balesetveszélyes is. A kék kisbuszban 3-an utaztak, az első megfigyelési ponton egyikőjük sem volt bekötve. Ez fejenként 20 ezer forint pénzbüntetést jelent, a sofőr pedig 3 büntetőpontot is begyűjtött. Ha még mobiltelefont is használt volna, plusz 3 pont és 26 ezer forint helyszíni bírság járt volna. Alig telt el egy kis idő, a rendőrök már jeleztek is a következő sofőrnek. Alig 20 perc alatt 5 autót intettek ki a forgalomból szerda reggel Nyíregyháza egyik forgalmas útján. Mindezt egy roadpoll akció keretében. Ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök, a biztonsági öv, a bukósisak és a gyerekülés helyes használatát. A fókusz azonban most nem ezen van. A mostani többnapos akció fő célja, hogy az ellenőrzés során a forgalomban a legtöbb olyan jogsértő cselekményt elkövető járművezetőt kiszűrjük, aki olyan eszköz használ, mobiltelefont, elektronikai eszközt, amely a vezetéstől a figyelmét elvonja. Érthető ez alatt, hogy vezetés közben mobiltelefonál, vagy más olyan tabletet használ. Kollégáim több esetben egyébként
találkoztak már olyan járművezetővel, aki nem is csak mobiltelefonált, hanem vezetés közben videóhívást kezdeményezett, indított és folytatott. Ha forgalmi okból történik a megállás, például piros a lámpa, kézbe lehet venni a mobilt. Valójában ez sem ajánlott, hiszen a sofőr belemerülhet egy üzenet elolvasásába vagy megírásába, és nem látja, ha zöldre vált a lámpa. Ez pedig szintén baleset kiváltó oka lehet. A Kressz azt mondja, hogy minden olyan magatartást mellőzni kell, amely a vezető figyelmét elvonja a vezetéstől. Hogyha nem tudunk az útra figyelni, a vezetésre figyelni, a jármű biztonságos vezetésére figyelni, az ugye már szabálytalan. Hogyha kézbe veszi a mobiltelefonját, hívást indít, SMS-t ír, szöveges üzenetet ír, vagy videótelefonál, az már jogsértő cselekménynek minősül. A fokozott razzia, mely során az elektronikus eszközök használatát figyelik, október 13-áig tart. Ellenőrzésekre azonban ezután is számítaniuk kell az autósoknak vármegye szerte. Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának pontos menetrendje, eszerint október 30-án a Nyíregyháza Spartakusz 17 órakor lép pályára Ajkán. A Kisvárda 12 óra 30 perckor kezd Balatonalmádiban, a Tarpa pedig 12 óra 30-as kezdettel fogadja az Iváncsát. Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Zsiráfok Kosásuli Nyíregyháza Farkasinszki Gyuláni együttese az Amatőr NB1 fehér csoportjának nyitófordulójában, a Szolnokot verte 77-39-re. A nyíregyháziak vasárnap Budapesten a TFSE MTK U23 otthonában lépnek pályára. Repülőrajtot vettek a hazaiak, az első negyedet 22-5-re nyerték a Zsiráfok. A második 10 percben sem változott a játék képe, a nagy szünetre 28 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után tovább növelte előnyét Farkasinszki Gyuláni együttese, mindkét negyedet 3 ponttal nyerte a Kosársuli, amely végül 38 pontos győzelemmel kezdte a szezont. Ahhoz, hogy itt a csapat összeszokjon, ahhoz egy ilyen mérkőzés mindig jól jön. Végül is nagyon sok új játékos van, tehát ugye régen játékosaink már, de ugye most nagyon sok újoncot avattunk, tehát a 2009-esek ebben az évben már ugye játszhatnak amatőr NB1-et, és éltünk is ezzel a lehetőséggel, és itt 3 játékos is játék lehetőséget kapott. Szerintem értek is a lehetőséget, ügyesek voltak, jól játszottak, tehát ugye most nálunk nagy a kontraszt, mert vannak a kicsit fiatalabbak és a még fiatalabb játékosok, de szerintem ez teljesen jó lesz így, mert nagyon jól kiegészítik egymást, és szerintem ebből csak jól jöttünk majd ki a következő időszakban. Szerintem a palánk alatti játékunk nekünk sokkal határozottabb és sokkal jobb volt, meg szerintem a lányok határozottan és jól védekeztek, sok labdaszerzés volt, abból az indításokat jól oldottuk meg, főleg az első fél időre igaz ez, mert akkor még úgy gondolom motiváltak voltak, a másik fél időre azért nagyon sok hiba csúszott be, tehát nagyon sok helyzetet hagytunk ki. A palánk alatt játszó Karakó Dorina 23 pontot szerezve a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. Én nagyon jól éreztem magam, hogy újra május óta pályára tudtunk lépni. Teljesen máskülettel kezdjük az évet, mint előzőleg, úgyhogy nagyon sokat gyakoroltunk arra, hogy összeszokjon a csapat. Úgy gondolom, hogy már jó úton haladunk, még mindig van egy-két dolog, amit ki kell javítani, és jobban egymáshoz szokni, de hát hosszú az év, úgyhogy ez nem hiszem, hogy gondot fog okozni a későbbiekben. A forduló további eredményei a következők, Deac, TFSE MTK U23 46-77, Elte Fortis Szegedi Kosárlabda Egylet 73-23 és Tiszakécske VSE MAFC 53-72. A nyíregyháziak vasárnap a TFSE MTK U23 otthonában lépnek pályára. Megnéztük végül is a játékos állományt, tehát én bízok abban, hogy egy jó mérkőzést fogunk játszani. Most az, hogy most ez, hogy ez győzelem lesz, vagy vereség, ez ugye attól függ, hogy ott milyen közegbe kerülünk be, és hogy azok közül a játékosok közül ki az, akit fognak játszatni, ki az, akit nem. Azért vannak korosztályos válogatott a játékosaik is, akik ugye a csapatban vannak. Innentől kezdve ez egy ilyen kiki mérkőzés. Mi továbbra is azon vagyunk, hogy építsük a csapatot, próbáljuk a fiatalokat beépíteni, aztán ami ebből kijön, azokat megpróbáljuk megoldani. Ha ne talán
talán végül is úgy jövünk, hogy nem nyertünk, akkor se leszünk szomorúak, akkor megpróbáljuk a hibákat kijavítani, és mind a következő mérkőzésen ebből kamatoztatni. A második forduló további párosítása a következő, Kecskeméti KC Elte Fortis, Szegedi Kosárlabda Egylet Deac és Szolnoki MÁV Ese MAFC. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A szemünk egészségének megóvása érdekében elsődleges feladat az egészséges életmód kialakítása, és fontos a rendszeres szűrővizsgálat. A látásromlás egy viszonylag hosszú folyamat, és a lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hogy az ideálishoz képest mennyivel rosszabbul lát. Október a látás hónapja, a megelőzés fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. Először nyert elminősített tehetséggondozó műhely címet Nyíregyházi Köznevelési Intézmény, az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium több kiváló eredményes sportolót nevelt az évek alatt. A tehetséggondozó műhely címet az iskola 3 évig birtokolhatja. Egyre többen kapcsolják be a fűtést, vagy tesznek fát a kandallóba, ezért a kéményeket érdemes még most ellenőriztetni. Ezt a 1818-as telefonszámon lehet megtenni. A családi házakba ugyanis nem megy automatikusan a kéményseprő, a társas házak esetében viszont sormunkaterv alapján dolgoznak a szakemberek. Nyíregyházán október 31-én fejezik be a munkát, a vármegye többi településének társasházi övezetében már végeztek az idei ellenőrzésekkel. Október 9-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket ismét. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Csütörtökön a ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de eközben nyugat felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. Sokfelé erős viharos széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet. A maximum hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul.